Jó, passzom már, megint jött csekk. Na, elhúzott a büdös húra anyámba. Kora reggel egyet látni, bazd meg, mi volt ez? Ez egy naptár. Na kérem, szégyen. Jaj, mostanában nincsen vlog, csak ilyen cuccok, hogy posta cucc, jog cucc, ilyen cucc, olyan cucc, fizes be. Itt vagyok, bazd meg. Na kérem, szégyen, ígyunk egy kávét, ezt szeretitek. Nem akarok teljesen nagy hangerőn beszélni, mert Kimberly még alszik, de végülis az van, hogy már ideje lenne kelnie, mert hát megy iskolába, és 7 óra 30-ra szoktam én vinni, hát dia inkább 45-re, szóval úgyis azt nézzük, 35 perce van, és a lányok nagyon sokáig szoktak így kinnenni, kétyeszködni, meg mit tudom én, szóval most annyira nem fogom vissza magam, de amúgy meg szerintem olyan jó alvó, hogy még fel se fog kelni erre, hogy én itten beszélek, inkább dia miatt szoktam suttogni, hogyha reggel vlogolok a lakásban. No, valamit akartam. Hajdú Balázsos videó, egész este Sonyra szólnia kellett, meg történnie, mert hát 2 órás lett. És így is csak azért lett ilyen rövid. Mert lemerült, bazd meg. Először lemerült a GoPro. Mondom, anyád. Pont kimentem cigizni. Visszajöttem, ránéztem, megy még ki volt kapcsolva, mondta Balázs, hogy lemerült, amíg kint voltál. Feldugtam töltőre, hát azért egy 30 percet rajta kell hagyni azért, ha teljesen lemerül, hogy puff, kikapcsol, hanem egy órát. Szóval el lehet képzelni, hogy most addig az 1 óra hosszáig az nem volt felvétel, azt lehet akkor voltak a legnagyobb hepajok már. Aztán végre feltöltődött, újra kiraktam, grec. Akkor meg úgy lett végül, hogy full. Szóval, hogy megtelt az SD kártya. De milyen? 16 gigára 2 óra hossza fér fel. Jó, mondjuk 1080-ban az fú, több mint 10 giga, nem? Ezek szerint 16 giga. Haj, mit? De milyen vagyok? Szóval 1080p-be, Full HD-ba, 30 fps-sel, 2 órás videó, az 16 giga. Nincs mese. Jaj, ezt Kimberly szokta mondani, amikor kapcsolgatja a tévét. Na, ez az egyik, hogy utána volt az, hogy lementünk. Eljött a vacsora utáni, kakilnia kell, és Hajdú Balázsra a kutyát sétáltatni a környéken. Hát tök epik volt, meg annyit hülyéskedtünk. Ezt nem, akkor már nem tudtam vinni a GoPro-t, akkor már totál lement. Mondjuk az ő kamerája később lett bekapcsolva, meg mindig ment, amikor az enyém épp lemerült, vagy megtelt. Szóval érdemes lesz majd az ő csatornáján is, ugye. Nem néz kitalálni, aki nincs feliratkozva Hajdú Balázsra. Az a csatornájának a neve, hogy Hajdú Balázs. Lehet, hogy van több. Régen is csinált, most is, aztán újra kezdte, nem tudom. Hát ugye arról beszélek, amelyiken nem olyan későn volt videó. Na, hogy mondjam? Szóval találtok egy olyat, hogy utoljára 3 hónapja került rá a videó, akkor biztos, hogy rossz helyen jártok. Most legutóbb felrakta magát a Comedy Central részletet, meg amikor először ment a Fábri Show-ba beszélgetni Fábrival részletet. Azt hiszem, ezek vannak most ott. Szóval arra kell feliratkozni, ha látni akarjátok. Meg már eleve van egy olyan videója régen, hogy itt volt nálunk és az ő szemszöge. Amikor először itt volt nálunk, akkor vettem én is az egészet, Dia is, meg Balázs is. Sokan azt hiszik, hogy csak én meg Dia. Megnézték Dia szemszögéből is, meg az enyémből is, de Balázs is felvette, és az ő szemszöge ugye az, hogy már akkor elkezdte venni a videót, amikor még csak vonattal jött errefele, szól neki. Azért vannak benne más dolgok is. Visszarakom, mert úgy látom, a kutya szereti. Vagy be is viszem. Lerakom Dia asztalára, hadd örüljön. Ez egy meglepi prank videó, vagy hogy szokták azt mondani? Prank. Jó, hülye szó. Nekem egyáltalán nem szimpatikus szó.
Mondom, ez úgy alszik, mint a bunda. Ide rakom neki a laptop már, hadd jegyjen meg ő is. Na, mi van? Semmi. Kiolvastam a lovasi könyvet, most mi lesz velem? Pedig én nagyon rövid ideig szoktam kakilni. Azt hittem azért 2017-ig el fog tartani. Tudod, elolvasok egy ilyen, hát egy oldalnak a fele, ezt én már végeztem is a kakival. Az végig is vége lett. Faszom. Ezt most mit olvassak? Addig ez volt a legjobb könyv. Energiamező is fasza volt, meg a Balek, ugye, amit Haig Lauri írt, Dr. House. A többi az mennyi olyan volt, hogy becsuktam, hogy mi ez az imalmas szar. Hogy olvasod, a betűket így látod, de közben már másra gondolsz, szóval annyira nem köt le. Életrajz, akkor úgy látszik nekem tetszett, csak hogy más ember élete nem érdekel. Akkor így jártam. Akkor filmezek. Most már szarás közben. Hát az meg mire befejezek egy filmet? 20 év. Na kérem, halálszégyen. Halálszégyen, az milyen? Amikor a vámpír nem büszke magára. Bazd meg, egy pulóverbe is durcaság van itten. A károknak a harkályok, vagy mi a faszom? Violett, vagy violinkó, vagy miket? Varjú, nem, holló. Nem, varjú. Az, na. Sose keverem. Sose tudom. Jó volt ez a... Hát, Hajdú Balázs az olyan... Annyira rohadtul közvetlen, meg tud élni, meg aranyos, vicces fiú, tudjátok. Mindig szívesen látjuk. Meg az a, hát tényleg a közvetlenség az tök jó. Hogy olyan emberi, mint mi. A nagymamájának ugyanúgy van még a falon egy ilyen hímzett falvédő, mint nekünk. Mármint a mi mamának, szóval, hogy ember, na, nem az a nagy celeb. Legyen, eszel, aha, kész. Sör, jöhet. Szóval felfekszik az ágyra, kibontja, azt rögtsél. Ennyi. Nincs az a izé, az a merevség, az a feszültség, hogy most izé. Itt tudom én. És nem tudok példát. Mert aki mellett feszültnek érzem magam, azt tesztem. Be sem nagyon engedjük. Nem kis izé. Öreg gyerek felnőtt kiadásba. Basz, de most már nagyon várom a jó időt, már ki vagyok. Meg akkor már az is csak az ő videójában volt, hogy hozott nekem ajándékot. Nézd a videóimat, hogy sokszor beszéltem ilyenről, hogy ezt magába ettük, vagy mi, és hozott is. Meg is ijedtem reggel, mert ilyen pirosat szartam, és utána jutott eszembe, hogy biztos ettől. Mondom, rakott krumplitól, én szarnék pirosat. Micsoda, az öcsi tévé kihívott engem vízivásra. Az nem valami jó lesz. Na, tudod, álmosokban olyan kettőkor keltem. Ahhoz képest, hogy nagy banzáj volt itt este, meg hát söröztünk. Én vodkáztam is, ugye. Röhögtünk, mozogtunk, kutyákra figyelni, hát láttátok a videó. Lent is rohannom kellett, bazd meg hók után. Balázs elengedte a kutyáját ott a füves réten, ahol én is szoktam hópot vinni.
Azt mondom, akkor most biztos el lesznek együtt, elengedem a hoppot. Aha, csak ő elvégzi a dolgát, és már tudod, így húsz haza. És most is így elkezdett menni az út fele. Rohantam utána, elkezdett rohanni, még jobban nem értem utol. Ordítottam, hopp, hopp, már úgy voltunk vele, hogy... Hú, bazd meg, mondom, én a pórász nem veszem le róla még egy ideig. Ez annyira benti kutya, bazd meg, hú, ránk jött a szívbaj. Meg igen, hát én is tudom, ez a kutya után rohan, az akkor ő is rohan előre, pont hogy másik irányba kell menni, hogy akkor megér, hogy hova megy ez ilyen. De hát olyankor ki az, aki ezt meg tudja tenni? Jaj, de szorom, azt elmegyek arra, hát szerintem így ösztönből mindenki fut utána, hogy nem á, nem á. Mit csinálsz, gyere vissza, hopp, 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 hop, nem szabad, gyere már. Felemeld a hangot, és hát akkor tudod így lepunyad. Na mindegy, mert túléltük. Na mindegy, meg, na. Még lehet én is megnézem a videót, mert már annyi minden volt, hogy már is felejtettem, hogy most ami fel lett véve, azok mik. Milyen jelenetek. Csak most még 320-ba van. Én majd megvárom a Full HD-t. Hú, gyerekek. Korán kelés, bassz meg. Izét néztem tévébe, Rocksúly. Annyira szeretem azt a filmet. Ilyen örök, mint a kincs, ami nincs meg ezek nálam. Nem tudom miért, nekem olyan kellemes, olyan nyugtató, olyan kis kellemes film. Rocksúly. Hogy hívják? Black Jack? Vagy Jack Black? Vagy mi? Black Jack. És akkor felkeltem, mondom, mi az, hogy én kipihent vagyok, az 2 óra. Kicsit kutyáztam, izé, kapcsolgatom, tévét, Rocksúlyt. Na, akkor erre alszok, ez a mindig így felnézel, amikor tudod, hogy az az a jelenet, ami tetszett, múltkor is. Aztán 4 fele már mondom, jó van, leszarom, ide ülök a gép elé. Aztán néztem Lenin-ön is, mivel most Hearthstone-oztam végre, mert most már mindig csak elit. Mondom, csináljunk már pár küldetés szegénykével. Aztán... Fasza minden. Turi Tamásnak végre volt egy normál hosszúságú 30-valahány perces videója, az is jól esett. Bár elég rövid volt. Mire elkezdtem élvezni, de jó hosszú, eddigre vége lett. Csinálhatná egy másfél órásat. Csak nekem. Egész nap, ami bármi eszedbe jut, még az is, hogyha semmi, azt is mondd el. És akkor mindig kikapcsolt a kamerát, aztán ha megint van valami, bekapcsolt. És akkor egybefűzöd, és csinálunk ma ilyet, szerintem. Én itt most így ezt abba hagyom, mert tudom, hogy most még suttogok, meg sistereg. Aztán mindig bekapcsolom. Nem egyenként töltöm fel, nem akkor délután egybefűzöm az egészet. Lepofázom róla ezt az 1 óra 46 perc van még hátra kombót. Na, nyárma. Voltunk lent kutyával, aztán itt hagytam a GoPro-t, baszki. Meg ilyenre van kitalálva, kinti napsütésnél sokkal jobban látszik azért a jó minőség, mint a bent is istergős. Mondjuk én örülök neki, hogy azért nem az az extra fényes lakás, sőt nekem még így is túl fényes. A Turi Tamásnál nagyon epik a konyhában, olyan fény van náluk. Mondjuk szerintem, hogy van náluk? Ideig kék, egy magassági, utána fehér a fal. És a fehér azért, az is sokat számít, ugye. Hát ez mondhatnám, hogy ilyen drónos idő.
Napsütésbe fekvő kis pici kutya, aki már is annyira pici buta, hanem egy nagy okos lény. Ez volt a kutyus szerzemény. Nem, várja, ül. Jó, ott van, ügyes vagy. Hadonászunk. Na vedd el, vedd el, öcsi. Vedd el. Add ide! Hú, de rá tudsz erre harapni, te! Add ide azt! Hey, nyugi! Ott ül! Jól van. De ilyenkor engedd el! Incselkedő vagy? Trollkodsz, mi? Na! Nyugodtan! Ül! Ez nem volt messze, mi? Pilóta a fülke harcú, hát egyszer megharcollak! Köszönöm. Nagyon kedves tőled. Szedtél nekem picsácsot. Na pihenjél, most biztos ki vagy. Hopp, még egy. Köszönöm szégyen. Na, menjél az ágyra. Nyuszi ugrás. Most már meguntam, bocs. Kiveszem még egyszer neked, aztán elmegyek. De nincsenek kis kávés poharak. Mintha kint se lett volna. Trollala. Na mindig. Hol tartottam amúgy? Én már nem tudom, mert már délután fél egy van. Ja, valami vízkihívást kell csinálnom. Fúj! Visszautasítom, egy gyára vagyok, vagy mi lesz? Van a Kóla című videóm, hát miért okártam valami. És annál még rosszabb a víz. Az ugye elég durva, nem? Tessék? Mit csinál? Hogy? Hát fél órája elvett. Azt hogy szólt? Lehet engem keresett. Igen. Minél tovább húzom, mert én nem akarom elhinni, hogy ilyen okos. Hát pedig ez nem vicces. Hát ő egy gyerek. Egy gyerek nem lehet okos. De valakiknek kint vannak hallom. Nem bajod. Dehogyis nem bajod. Dehogyis nem bajod. Dick. Na kérem, szégyen.
Előbb megint jött egy cucc. Faragó Roland. Dunaföldvár. Azt így van benne valami, mert nem papírvékony a dolog. De ez tényleg így egy kicsit azért tényleg, na, túl sűrűn van túl sűrűn van posta a cucc rész. Jó, mondjuk olyat sosem csináltam, hogy egy levél miatt egy részt, nem? Kettőt, hármat, négyet mindig megvártam. Szóval úgy nem baj, ha sűrűn van, de most szerintem egy darab miatt nem kéne, mi? Ez mennyi lenne? Max 2 perces videó, nem? Felolvasom. Megmutatom a tartalmát, azt vége lenne. Jaj, most jönnek kihangoskodni. Tegnap volt itt ez, ugye? Ja, nem voltunk Hajdu Balázsra a kutyát sétáltatni mindannyian. Azt akkor már jött fel ez a kérdés, hogy mi abban a logikus, hogy az alsó sok udvara amoda van, ugye? És ez egy nagy betonplac, ami mellett van 2-3 ilyen tipikus pad, tudod, amire le lehet ülni. A felsősöknek meg van homokozó, meg csúszda, meg mászóka. Ez a fuck logik. Ez is ilyen... Nem hiszem, hogy meg lehet fejteni, nem is kéne. Hogy valaha csak alsó tagozatos suli volt itt. Olyan nincs, nem? Hát ahol mindig egymás mellett van. De szerintem az alsósoknak volt itt ez az udvara. Aztán a felsősöknek meg csak ott az iskola előtt az a rész. És amikor kellett valahol a felsősöknek távolugrás kombó, akkor csak ide tudták rakni, és akkor inkább megcserélt. De akkor miért nem építik át a csúszdát a kicsiknek? Ma azok meg ott a betonon ott ülnek, azt... Hát jó, na akkor Rubik kocka. Itt vannak a poharak, igen, most már látom. Ezek szerint három van, ugye. A kékfejű, a szívecske és meg a meseribancok. Mint ahogy mondtam. Ezt megittuk. Csikket elszívtuk. Most akkor nem felejtem el, beviszem. Te hogy? Hőségriadó. Itt kell nézni új könyvet szaráshoz. Jim Morrison, hát annyira nem érdekel. Nem tudom annyira átélni, mert külföldi volt. Lehet a izé kéne nekem a Lár András. Mondjuk ha ott nem arról a élet vonaláról beszél, ami a Lárpullár társulattal köthető össze, hanem ezzel a buddhizmussal, akkor annyira nem érdekelne, mert olyan könyveim vannak. Ilyen egy kontrollos, meg mi ez a most hatalma? Az ott mi? Boldog napjai, valaki boldog napjai, mi ez? Dianetika. Ja, az meg ilyen pszichológiai cucc. Hát mindegy. Valamit majd nézek magamnak. Jobb az úgy, mintha így ajángatják. Senki se tudja a másiknak, mire van szüksége, ugye? Aztán annyi.
Hát tini koromban ezzel nem volt baj. PC gurut vittem meg GameStar-t a WC-ről, az jó. Na hallom, megint itt hagyta a telefon, de ja, ki is kapcsolom, mert akkor ez izé jogsértő. Majdnem balesetet szenvedtem. És ha kitörik a tányérom. Csendes pihenő vagy. De jó az a fogad, masszak. Illat. Ezért volt. Bundás kenyér. Felfedezte a galaxist. De nem érte meg, nem hozta vissza az árát a dolog. Hát igen, az explorerezés nem valami sok pénzt hoz az elitbe. A kereskedelem hoz a legtöbbet, a második a bányászás, a harmadik a felfedezés, negyedik meg mikor másokat írtunk. Lehet kombinálom a kereskedő és felfedezőt. Rohadt messziről viszek cuccokat. Ja, de amíg nem fedeztem fel, onnan tudjam, hogy oda vihetem-e azt, amit itt vettem. Ja? Bazd meg. Akkor mindig útba kell ejteni egy olyan helyet, ahol eladom a cuccot, és utána van még egy felfedezetlen rész, és visszafel... Tudja a faszom? Vagy kereskedelemmel szerezni egy csomó pénzt, meg úgy fejleszteni a hajót, amelyik már úgy van, hogy jó gyors hajó, és úgy vagyok, hogy na most ez a pont így elég, meg még úgy pénzem is van, akkor azt mind elbaszni felfedezésre. És utána megint tudni fogom, hogy hol érdemes kereskedni, de már nem rendszeren belül, hanem rohadt. Tudom én 2000 fényévnyire is. Hogy tudom én jó pénzért. Durva bazd meg. Erre egy emberi élet nem elég. Még azt be sem mutattam. Hogy mennyi rendszer van azon belül, mennyi csillag... Miről beszélek? Úristen. 400 millió bolygó van benne, bazd meg, hogy mennyit írtak. Szóval hogy? Hogy lehet ezt megprogramozni, bazd meg? Ráadásul nem is random, mert ugye hát ez egy nagy ez egy szerver. Mindenkinek ugyanott kell lennie a dolognak, nem lett random. Találkozunk a bolygónál, oké, na itt vagy, igen, de nekem itt nincs egy bolygó se. Na mindegy. Most épp kockulások, igen, meg gameplay. Azért tudok erről beszélni. Bassz meg. A serverpc.hu-n, amit a gameplay-en bemutattam, hogy kuponkód van, hogyha... Hogy mi? Engedvény... Csuklok is már, faszom.
Ezt eddig kisbetűvel beírtad a kuponkódhoz, hogyha szervert rendeltél. Hogy Herbi. Akkor kaptál 25% engedményt. Most már az van, ha beírod, hogy Herbi 50. Egybe, kisbetűvel, Herbi 50. Akkor 50%-os kedvezmény van, de erről majd csinálunk egy live-ot a srácsa, hogy mi is ez az egész. Milyen mennyi kell Kimberlyért. Az ágyasaim megkidőltek. Jaj, nyolj, gyert!